Válik akkor a vizsga, biztos izgatottál, jó? Ez lesz a próbavizsgád, majdnem ugyanolyan lesz, mint az igazi. Oké? Oké. Nézd csak ott jön a úri ember. Kezdj csak, am. Móri Kris vagyok. Egy személyigazolványt szeretnék kérni. Bár ez most ebben a pillanatban így nem fontos, csak azért kérjük, hogy ne felejts el a vizsgára elhozni, jó? Jó, rendben, köszönöm. Jó, az annak kérésem, hogy a kocsit tessék leellenőrizni így, ahogy tanulta, jó? És nem elfelejtem, kétfajta ellenőrzés van. Ugye van egy álló helyzetében, meg van egy, amikor elég. Jó, rendben. Köszönöm szépen. Igen. Mehetünk. Azt mondja, mehetünk. Jó, köszönöm szépen. No, Alexandra, lenne egy pár mondat, jó? Igen. Mindig Kressz szerinti egyenesen kell haladni. Ha attól eltérünk, akkor a tanár úr időben fog szólni. De nem az a lényeges, hogy mindig arra menjen. Persze jó, ha arra megy, amerre a tanár úr mondja, csak mindig szabályosan közlekedjen. Tehát, ha véletlenül el kéne menni balra is, és nem balra kanyarodik, hanem jobbra, ha az szabályos, az nem gond, tehát ne menjen záróvonalon, árkombokron keresztül, mert azt mondta a tanár úr, hogy balra kell menni, akkor megy egyenesen, vagy jobbra, mert szabad, az a lényeg, hogy mindig szabályosan vezessen, jó? És ez nem csak a vizsga miatt fontos, hogy szabályosan vezessen, hanem mindig úgy csinálja, amikor vezet, ahogy tanulta, jó, és ahogy szabályos. Amikor esetleg valamit elrontott, akkor ne azzal foglalkozzon, hogy mondjuk átcsúsztam azon a sárgán esetleg, jó, mert akkor nem tud előre figyelni, oké? Okay? És ez mondom, a való életben is így van, jó? Tehát a vizsgán pedig, ha valami olyat csinál, akkor a vizsga biztos fog szólni, hogy álljunk félre, és akkor megbeszélik a történteket, jó? Van egy kérdése esetleg a vizsga? Most egy előre. Jó, körülbelül 50 percet fogunk vezetni, lesz két forgalmi feladat, lesz egy megfordulás, jó, meg lesz egy parkolás. Ugye hát, ha indul az ember, akkor valamikor meg kell állni, jó, tehát ez gyakorolni kell, oké? Akkor nincs kérdés? Nincs, akkor köszönöm szépen. Jó, én annyit mondanék kiegészítésképpen, hogy az eddigektől eltérően most már nem fogok magyarázni, nyilván ez egy vizsgahelyzet, természetesen annyit segítek, hogy merre menjünk, de ne is nagyon kérdezzél olyat, ami esetleg a vezetés mikéntjéről szól, mert nem segíthetek. Jó, ha tudod, ne legyen ilyen, hogyha be kell avatkoznom akár kormányba, akár a pedálokba, akkor az sikertelenséget okozó helyzet, jó? Okay. Tehát ne legyen ilyen, oké? Okay? Jó, akkor ha felkészültünk, én is bekötöm magam, és
Mehetünk. Azért ennyit, mivel próbavizsgál, elmondok, hogy az izgalom hozta ki ezt, hogy még a motor nem indult be, de semmi baj. De a fék az működött. De a fék működött. Eddig az első 5 perc. Tehát itt egy klíma lesz, vagy van, ablak? Van. Lehet ablak is, de megy a klíma. Én ennyit szoktam, hogy megy a klíma. Balra fogunk majd kanyarodni. És jobbra fogunk majd kanyarodni a következő kereszteződés. És akkor már megint jobbra megyünk. A lámpás kereszteződésbe balra fogunk kanyarodni. És akkor majd elmegyünk balra a következő kereszteződésre.
majd ott a kerítéseknél lesz jobbra egy utca, keressük meg, és ott menjünk be jobbra. Hát tegnap még nem volt itt. Álljunk meg. Igen. Na, ez most hogy volt itt? Mi történt? Ez az, hogy én se. Az okát se tudjuk, volt egy behajtani tilos tábla, és jobbra meg balra lehet csak menni. Hát most már menjünk, nem tudunk mit csinálni. Na, ez az, amikor... Tolassunk ki. Jobbra, hátra, jó? Jó, ez most szíves. Ennyi be. Ezt az útépítőknek köszönhetjük, de hogy ezt miért csinálta? Hát, de ilyet hogy lehet csinálni? Hát, észre kell venni. Ez most nagyon tanul. Nem mehetünk oda be, és akkor mehetünk arra úgyis. Jó, nem baj. Nézd, csak itt van egy nagy bejöttünk. Egyébként szerintem ezen lépjünk túl, jó? Ez a tábla nincsen szabályosan kihelyezve, nem is egyértelmű, hogy kinek szól. De, igen, meg ez... De tanulságos. Oda menjünk. Tanulságos, igen. No, semmi baj, engedjük el ezt, jó? Engedjük el, igen. Majd megbeszéljük utána. Lesz két kis utca, a másodikon elmegyünk jobbra, jó? És akkor majd ott megpróbálunk egy parkolást, meglátjuk majd, hogy milyen lehetőségek van. Meg így van a másodikban. Próbáljunk valahol egy jobbra-hátra merőlegest például. Mehetünk bátran, hát nem kell itt az elején valahol, ahol szimpatikus.
Köszönöm szépen. Menjünk balra ki. Elmegyünk jobbra, és ott csinálunk egy Y megfordulást valahol. Ahol szimpatikus, jó? Elmegyünk a lámpás kereszteződésig, és ott balra fogunk kanyarodni. Van a T betű, látja? Egyenesen, ami nem szólok egyenesen, jó?
a végén balra fogunk kanyarodni. Majd úgy menjünk, hogy utána meg jobbra, jó? De balra, és akkor a következőn tudjunk jobbra menni. Már visszatalálunk. És akkor majd beparkolunk tovább, onnan kiindultunk. Jó, ugyanúgy álljunk. Ez a vizsga most nem sikerült. Voltak apróbb hibák, de voltak nagyobb hibák is. Tulajdonképpen a legnagyobb hiba itt a vége felé történt, akkor egy busz beállt egy busz megállóba, és az kitetszett kerülni. Nem tudom, tetszik emlékezni, itt a Kossuth Lajos utcában történt az eset. Itt a vége felé jöttünk visszafelé, és a busz beállt a megállóba, és miközben tetszett kikerülni a buszt, minket előztek. Uh-huh. És ugye a kikerülésre azok a szabályok vonatkoznak, mint az előzésre, márpedig ha a mi járműnket elkezdték. Ez egy segédmotoros kerékpár volt talán, ja, vagy egy igen, kis igen, robogó. Igen, kielőzött az sem volt szép, amikor még ott a Kertvárosban köröztünk, és volt jobb oldalt, nem tudom pontosan az utca nevét, volt jobb oldalt egy parkoló autó, és jött szembe egy busz. Mm-hmm. Nem tudom, tetszik emlékezni rá. Igen, és aztán visszament a parkolóautó. Visszament? Ez előjött és vissza. Nem, állt a parkolóautó, kiskegyed meg, kikerült a parkolóautó, csak pont jött a busz. Mm-hmm. És ugye nem zavarhatjuk, nem az, hogy akadályozhatjuk, nem is zavarhatjuk a szembe jövőt. Mm-hmm. Tetszik tudni? Ott én, és a busz az egy elég nagy darab, észre tetszett venni, tehát nem az volt a probléma, uh-huh. Ott meg kellett volna bizony állni, megvárni, míg elmegy a busz, uh-huh. És akkor utána kikerülne a parkoló autót. Irányjelző használat. Y-nál például, amikor megálltunk az utas szélénél,
nem tetszett használni az irányjelzőt. Aztán, amikor eltetszett kezdeni az Y-t, balra előre volt irányjelző, és amikor jöttünk vissza a jobbra-hátra, megint nem volt irányjelző. Ugyancsak nem volt irányjelző, amikor parkolni szeretett volna jobbra-hátra. És És ugye... Azt tudom, az megmaradt, azt észrevettem, hogy ott lesz. Igen, igen. Nagyon fontos, ugye irányjelző, jelezzük a többieknek, hogy mit szeretnénk csinálni. Pont tegnap fordult elő, hogy ugyanígy megállt a tanuló, és megállt mögöttünk egy másik autó. És ugye nem lehetett végrehajtani a parkolást, mert nem tudta a mögöttünk jövő, hogy mit szeretnénk csinálni. Még amikor mentünk, volt az a talán Táncsics, még egyszer nem tudom, melyik a piac utcája, ott volt a gyalogos átkelőhelyen a gyalogos. Igen. Utolsó pillanatban, igen. De igen. Már sok. De most... igen, szóval így fékezni nem szerencsés. Nem... Ezen az autón átlátnak, de nagyon sok autó van, amit nem lehet átlátni, és ha valaki így fékez, akkor abból lehet, hogy a mögöttünk jövő, bár ő a hibás, de hát ugye mindig úgy vezessünk, hogy kiszámíthatóak legyünk. Ezek voltak a súlyosabb hibák. De mondom, a legsúlyosabb a busznak a kikerülése, tehát amikor minket már előztek. Sebességváltás. Egyesbe úgy gondolom, hogy egy picit túl tetszik húzatni az autót. Olyan 35 körül tetszik kettesbe váltani. Ez nem erre tervezik, hogy ilyen dinamikusan menjenek a járművel. A belső tükör. Én azt vettem észre, hogy amikor a belső tükörbe tetszik nézni, akkor meg kell mozdítsa a fejét. Az praktikusabb benne talán úgy beállítani, hogy a fejét ne nagyon kelljen mozdítani, csak a szemével oda pillantani. Jó, de hát ezek nem olyan... egyébként. Meg kell dicsérjem... Na, ezt vártuk. Ha már próbavizsga. Igen. Meg kell dicsérjem, mert összességében ezektől a hibáktól eltekintve nagyon szépen vezetett. Nagyon figyelmesen vezetett. A parkolás, bár ott volt egy kis centizés. Én nem mennék bele, hogy ilyen közel megyek egy másik autóhoz. Nem láttad, de így nyúlt a lábam, hogy most láttam, kell fékeznem. Láttam, hogy már ideges, vagy azért mondom, jó, neki kell. Megyünk. Érdemes. Megláttam. Érdemes figyelni ilyenkor az oktatót, igen. De összességében nagyon szépen figyelt, nézte a tükröket, nézett hátra, és az egész vezetésére jellemző, hogy nagyon szépen figyelt. Technikai kezeléssel nincsen probléma. Sebességváltón kívül. Sebességváltón kívül. Egy picit túl tetszik. Igen, egyesben pedig azt beszéltük is. Igen. Elég dinamikusan tetszik közlekedni. Ami jó. Jó, tehát nem tartja fel a forgalmat. Hogy neked más de azért nézzük, mert azért én láttam, amikor már 60 felé jártam. Ja, de észrevettem, azért. Hogy rápillantottam. Igen, azt elfejtettem mondani, volt egy sebesség túllépés is, bizony 30-as táblánál. Meg a 30-as táblánál is. Jó, hogy ott jött a kereszteződés, de ott azért a 40-et elcsíptük. Ott, ahol az útfelbontás van, ott nem csak útfelbontás volt, hanem 30-as tábla. Nagyon jó, hogy a kamera a próbavizsgán vissza tudjuk ezeket nézni, igen. Majd visszanézzük, és úgy fogjuk ezt elmesélni. Igen, igen, igen. Úgyhogy, de mondom, összességében szépen tetszik vezetni, úgyhogy gratulálok Alexandrának is, Tanár úrnak is, Attilának is. Van egy hetünk még egyébként, még fogunk találkozni szerintem igen, ezeket. De én úgy gondolom, hogy az tudja, hogy az irányjelzőt mikor kell használni. De annyira igyekeztem mindenhol használni most. Most annyira koncentráltam ott. De nem kell talán ennyire koncentrálni. Lehet, hogy lazulni kell. Igen. Egy icipicit lazítani, és
Jó. Hát az a behajtani tilos, azt meg megettük, azt én nem, is megettem, de nem volt jó, nem az, volt jó. Nem titok, jártunk erre előző napokban is, tehát nyilván a tanulók azért megszoknak igen. bizonyos útvonalakat. Itt azért én is utolsó pillanatban vettem tudtam, észre. Hogy fő útvonal de ott az nem volt kint, nem szabálytalan volt kitéve a tábla, de... Meg kire vonatkozott? El volt fordítva? De volt előtte egy kötelező haladási irány két. Nekem azt tűnt fel, két irányba kötelező haladási irány. Mondom, ez mit keres itt? És akkor fékeztem. Tehát, ugye az ember a szemét végigviszi az úton, nem láttam se útfelbontás, semmi. Tehát valószínű, ezt most azért tették ki, mert holnap le fogják zárni az utat, de azért ez kiszúrás. Az elsőséges kötelező tábla is érdekes itt. Igen, itt ami el van fordítva. Hát Alexa, van még időnk gyakorolni. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük ezt a szerintem ez a próbavizsga, ezt azért mondjuk el a nézőknek is, ez egy nagyon hasznos dolog. Amelyik autós iskában van lehetőség, mindenképpen tudnám ajánlani, mert azért biztos, hogy izgultál, hogy itt ül egy harmadik, egy idegen személy, biztos, hogy másképp vezettél, biztos, hogy furcsa volt, hogy egész órán nem szólaltam meg, mert hiába előtte mondtam, most nem fog megszólalni, de a második sarkon már nem bírom megállni, de nekem is vissza kellett fogni magam. Én ezt mindenkinek ajánlom, mert annak idején, amikor volt járműkezelési vizsga, a tanulók azért a rutinpályán átestek azon, hogy megismertek egy vizsgabiztos, de most nincsen. Tehát ez az első alkalom. Elmondom, és ez egy valós statisztika, mi iskolánkban, ahol rendszeresen van próbavizsga, csináltunk egy felmérést, bár a próbavizsgán majdnem mindenki megbukik, ez lelejáró, de nem baj, inkább most, de az igazi vizsgán kb. 20%-a jobb az eredménye azoknak, akik részt vettek a próbavizsgán, tehát valamit már túléltek. Én is egyébként oktatóként is megdicsérlek, mert szépen vezettél, a hibák természetesen megállják helyüket. Az a baj, hogy ezek olyan hibák volt, amit le kellett volna improvizálni. Tehát nagyon sokat vezettünk, ugye ez a nem titok 45. óránk, és soha nem volt az, hogy ott megállt a busz, és el kellett menni mellette. Tehát ez az a helyzet. Ugyanúgy volt az az álló busz, ami előtt... Igen. Annyira egyértelmű volt, hogy megyek, szóval erre nem hát is gondolom. Azért nem is emlékszem rá. Így van, de a közlekedés ilyen, tehát nem utakat idomítunk, nem magolunk, mert a helyzet mindig más, és jövő héten levizsgáz után friss jogsival bármilyen helyzetbe belekerülhetsz, és azt meg kell oldanod. Annyit néztem ötkörül, és pont akkor, amikor előzött. Most már emlékszem, akkor vettem észre, amikor előzött, már mellettem volt. A motoros igen. De valószínűleg nem is tudtál volna mit csinálni, mert mondom, ilyen minta nem volt a fejünkben. Erről Kresszórán beszéltünk utoljára. Itt oktatás során nem is jött elő ilyen helyzet. Egyébként jól éreztem magam, szerintem jó volt. Ez van még egy-két dolog. Oké. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, kezicsakolom. Folytatjuk. Megdicsérlek, jó? Köszönöm. Jól esik, ha dicsérnek azok? Igen, én is híve vagyok ennek. Ezért.